Hétvégi Vidaz, igen, előkelő ötödik helyen végzett lólengésben a döntőben, az olimpiai kvalifikációs tornász világbajnokságon. Bár a kvótaszerzés úgymond így közvetlenül szerek alapján nem sikerült, Vid így is a magyar csapat legjobb eredményét érte el a glasgowi világbajnokságon, vele és Laufer Béla mesteredzővel beszélgetünk a most következő percekben. Szerusztok, szívből gratulálok! Ez igazán nagy fegyvertény volt, Vid, és nyugodtan mondhatom, hogy mint oly sokszor azért a magyar férfi torna becsületét a magad módján megmentetted megint csak, bár gondolom nem ez volt a személyes cél, de ez csak úgy egy mellékterméke lett a dolognak, de ez egy jól sikerült világbajnokság volt, mondhatjuk, ugye? Köszönöm szépen, igen, teljesen elégedett vagyok, mind a hadszerrel, mind pedig külön a lóval. Az, hogy sikerült döntőbe kerülni, ez egy icipicit az egy meglepetés volt, valahol mindig számítunk rá is, ki van tűzve célul, de itt elsősorban a csapat is az összetett volt most a... Igen, de azért, ha te, én azt gondolom, hogy talán az egyik igazán nagy erényedként említhető az a fajta tartósság, tehát a világ elitben való tartós jelenlét, tehát azért, ha visszagondolunk az elmúlt évekre, ugye gyakorlatilag világbajnoki, negyedik Európa-bajnoki, negyedik voltál már, több világbajnoki értékes helyezésed van, Európa-bajnoki értékes helyezésed van, ugye olimpiai döntőben voltál, tehát azért ez nem egy véletlen szüleménye, hogy te most ott voltál a lólengés döntőjében. Nem, de rendszeresen cserélődnek az emberek, ugye az elég... De hogy sűrű a mezőny, ugye? Azért. Nagyon, tehát a kiinduló pontszámok is az elmúlt időszakban nagyon megnőttek, az enyém az viszonylag az is stagnált, de sikerült egy jó kiviteli pontszámmal tartani ugyanezt a szintet. Abszolút így van. Drága Béla, ugye mindig nagyon nehéz feladat, és sokféle fázisban beszélgettünk mi már, ugye olimpia előtt volt, amikor ugye edzői feladatként ugye az volt nehéz, hogy újra vissza kellett állni mondjuk az összetett tornára, amikor egy picit a lólengés sokkal nagyobb hangsúlyt kapott Vid felkészülésében. Most ilyen szempontból ez az év, ez mennyire volt könnyű vagy nehéz, hogy ugye tudjuk jól, hogy Vid egy kiváló összetett tornász, most egyébként összetettben is ő lett a magyar férfi csapat legjobbja. Ez mennyivel nehezíti meg a ti munkátokat, vagy egyszerűen ti mindig is így készültetek? Hát még mindig is így készültünk, de ez volt szerintem az egyik legnehezebb évünk. Uh-huh. Ugye kint kezdődött az Európa-bajnokság, kimentünk, a Vid beteg lett, betegen ötödik helyet elhozta, hurrá, örültünk neki, nagyon jó volt. Akkor nagy lendülettel neki mentünk a világbajnokságnak, na akkor jött a derékbetegsége, illetve a sérülése, azt gyógytornáztatták, kezelték. Ez mennyire, egy kicsit beszéljünk erről, mert ugye mi évközben azért váltottunk pár szót, és volt néhány kritikusabb szakasz, amikor úgy tűnt, hogy nagyon lassítja az edzésmunkátokat. Milyen típusú probléma ez, tehát orvosolható, vagy kézben tartható így gyógytornával, vagy ez olyan, ami felbukkanhat esetleg egy komolyabb felkészülés során megint? Ez egy csigolyévi szakadás, ami elcsúszott neki egy picit, és nyomott egy ideget, begyulladt neki, és így kezdődött az egész, hogy egy kicsit zsibbadt a lába, akkor masszíroztattuk. Ez nem hangzik azért olyan nagyon jól. És hát tulajdonképpen a gyógytornászoknak köszönhető, hogy nagyon szépen rendbe hozták a Vidnek a derekán. Nagyon sokat tornázott délelőtt, délután, nagyon sok munkája volt benne, már talán többet dolgozott a gyógytornászokkal, mint velem. És hát nagyon örülök neki, azért végül sikerült összerakni a derekát, nagyon jól fejlődött a deréksérülése, és hát utána ilyen nehézségekkel azért neki szaladtunk. Elsősorban az összetettnek, de ugye azért a lólengés az nekünk mindig volt van, hogy egy cél az, hogy fináléba kerüljünk. Hogyne, persze. Most összetettben egyébként ahhoz képest, amit Vid azért évek óta nemzetközi szinten hoz, mennyire lehet még előrébb lépni vele, illetve ha igen, akkor hol? Ugye ez teljesen természetes, hogy a lólengésre mindig nagyobb hangsúlyt kell fektetni, hiszen ő, mondhatom, hogy ezen a szeren specialista, viszont ezt teszi úgy, ugye, hogy mellette azért a többi ötszeren is, hogyha megnézem akár a kiinduló értékeket, vagy a pontszámokat, akkor azért teljesen komoly nemzetközi szinten is elfogadható átlagot képes hozni. Tehát van-e olyan szer még, ahol te akár plusz nehezítést, fejlődési lehetőséget láttál, vagy látsz? Átgondoltuk a helyzetet, és úgy gondoltuk, hogy tulajdonképpen anyagerőben már nem nagyon tudunk fejlődni, ahhoz több idő kell beépíteni a gyakorlatban, megtanulni, és sokkal eredményesebbnek bizonyul az, hogyha vidd egy kicsit a tartásra, a minőségre, nagyon technikás, nagyon hegyes versenyző, és akkor inkább errefelé egy picit eltolni, ott be tudnánk hozni azokat a hátrányokat, amit anyagerőben esetleg nem tudunk már. Tehát ha jól értem, akkor az E-pontszámot kellene növelni. Tehát azon megy a igen, közös munka, ugye, hogy, és hát azt tudjuk, hogy annak azért különleges értéke van, pláne ha az ember az olimpiára gondol. Igen.
Tehát adott esetben a holtversenyeknél is láttuk már ennek az értékét, ha csak Berki Krisztiánra gondolunk. Vidi, ilyen szempontból hogy érzed? Ha most visszagondolsz, mondjuk is körbenézel ezen a világbajnokságon, vagy visszaidézed. Hát ugye láttunk gyakorlatilag bizonyos szempontból néhány űrtornát már, űrgyakorlatot. Ha belené, gondolok abba, hogy azért az elmúlt években gyakorlatilag a négyes fordulatok a talajon, az ugrásban, hogy szinte... Mondtad, nem azt mondom, hogy hétköznapivá váltak, de hogy megint volt szerintem megint a tornasportnak egy olyan belső ugrása, fejlődése itt a fizikai teljesítőképesség határainak a feszegetésében, ami egészen embertelen. Ezzel mennyire nehéz vagy könnyű akár fejben is lépést tartani? Hát az elején megijedtem. Tehát ez ugye egy-két évvel ezelőtt, amikor előkerültek ezek a csavarok, akkor azt mondom, hogy megijedtem. Tehát együtt is edzettünk a japánokkal a tavalyi VB-n, egy csoportban voltunk. Hát nézni is, azt kell mondjam, több hogy peret, nem? Igen, szóval hogy érzem nem... a hiányosságaimat. Nem hisz a személynek, hogy úristen, ezt is ember csinálja? Hát nem, ez... nagyon durva, és lóon is volt egy hasonló ugrás. Igen. Ott nem lehet csavarokat csinálni, de csinálták ezt a kézállásba, ugye felmerő úgynevezett buznári mozdulaton. Igen. És ugye mondjuk egy gyengébb lovas is már a kiinduló pontszámot olyan magasra felhozta, hogy már az is akár lehet egy komoly vetélytárs. Mi sajnos meg ugye abból a szabályból jövünk, vagy egy régebbi tornát képviselünk, ahol ez még nem létezett. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy picit hátrányban vagyunk, de még van időnk egy kicsit felzárkózni. Szóval lehet akkor ezen ezért valamit még változtatni. Hát annál is inkább kérdezem, mert ugye amit például nézünk a britekkel kapcsolatban, ugye, hogy hozzá kell szoktunk most már a 7 pont fölötti kiinduló értékekhez, szinte már-már, hát ez is elképesztő, és van a világon még néhány tornász, aki képes ilyen kiindulóra. Ugye neked 6-6 volt a gyakorlatot kiinduló értéke, ami egyébként egy kimagasló. A döntőbe jutás az azt is mutatja, hogy sikerült nekünk ezt a kiviteli elpontszámot följebb vinni, és ezzel valamilyen előnyre szert tenni. A britek az egy külön kategória, tehát... Ezt hogy csináltak? Mi történt ott a brit lóiskolában szerinted, hogy ez bekövetkezett? Hát, bárcsak láttam volna test közelből. Azt vettük észre, hogy egy 8 év az előtt föltűntek, és évről évre egyre jobbak, most már ezüstérmet nyertek csapatba. Igen. Lovon ők ugye így csapatszinten a legjobbak. Abszolút. Csak ezeket a mozdulatokat, amikről beszéltünk, 7 pont fölött vannak, és azt rendszerint meg is csinálják, tehát nem nagyon rontogatna. Nem tudom, hogy ez honnan ered, úgyhogy ez egy komoly. Ott volt a test közelben, azt láthatod ugye, hogy talán mondhatjuk így is, hogy Max Whitlock gyakorlatilag kiénekelte Louis Smith szájából ezt a világbajnoki aranyat, ami mert szerintem sokkal régebb óta érik Louis Smithnek, ha úgy veszük, hogy az olimpiai ezüst után is. Ezt ők ketten, hogy nem is tudom, boxolták le egymás között, hogy láttad? Én úgy látom, hogy náluk is jó a kapcsolati csapaton belül, ahogy nálunk is az van. Hát ugye Louis Smith szerencsére nem nyert aranyírat, mert ugye Christian hozta el előle mindig. Most nem volt, hogy most Max Whitlock tette ugyanezt. Én azt gondolom, hogy mind a kettő így megérdemelte első két helyen, azért neki kellett végezni. Igen. Jó, hát persze voltak nagy nevek, akik kimaradtak, más nem mondjuk Berki Krisztián is nyilván ebből a lólengés döntőből, de az is látható volt egyébként, ugye, hogy az egész világbajnokságon a szerspecialisták hát bizony sok esetben egyszer elszálltak, gondoljunk csak ugye tényleg a repülő hollandira a nyújtón, és még sorolhatnák, vagy éppen ugye Czernettire gyűrűn, tehát tényleg nagy nevek nem voltak ott, más kérdés, hogy nyilván a maguk módján majd akár a csapat teljesítmény ott lehetnek az előolimpián. Béla, mi most a feladat? Ugye most van még egy mesterfokú bajnokság az idei esztendőre. Gondolom, hogy ismerve ugye itt azért a fizikai terhelés szintjét kell egy picit majd pihenni. Április a következő nagy megmérettetés, hiszen Vid biztos előolimpiai induló. Igen, most a következő versenyünk, ugye a mesterfokú bajnokság, ott már csak lovon fogunk indulni, kimélve a derekát, ugye, mert most ezekkel egy kicsit csalkozunk, hogy majd újra föl kell kondizni a derekát, hogy elbírja a hadszert újra, ne legyen belőle komolyabb sérülés, vagy illetve tudjuk tartani ezt a munkát. És hát egyelőre nem tudjuk a tavaszi verseny naptárt, de hát a komoly megmérettetés az áprilisi riói tesztverseny. Kicsit a történelem most ismétli magát, hál' Istennek, ugye London előtt ugyanez volt valójában a helyzet, hogy 6-szeren kellett készülni, ugye az a feladat, majd lesz még egy másik magyar férfi tornász, aki ott lehet ezen a tesztversenyen, akinek a személye most még ugye nem ismert, és ott 6-szeren kell megszerezni majd a riói részvételi lehetőséget, ugye? Igen. Hát reméljük, hogy az ismétlés az hasonló lesz. Jó, ezt akarom mondani, ezt az érzést ezt már azért átélted korábban, tehát nagyobb rutinnal is fogsz tudni erre a dologra. Volt már ilyen, és remélem, hogy ez a rutina segíteni fog, mert ugye a sérülések miatt, illetve pont azt számolgattuk, hogy ugye összetett be kell érni egy bizonyos szintet. Igen. Az most egy nehezebb lesz, mint 4 évvel ezelőtt, mert például Ukrajnát veszük figyelembe,
akkor onnan ugye ők elég jó tornászok, és amikor abban az egy csapattal ugye elvitt az ő kvótáikat, most ők ugye szétszélettek, főleg Azerbajdzsánban, most például még ketten szereznek egyénibe, világos. És itt ott megerősödtek. Tehát ott van két olyan komoly konkurens az egyéni kvóták tekintetében, akire azért igen, és ez csak egy példa, talán még volt egy-két vándorlás, úgyhogy azt mondom, hogy ez még nehezebb lesz, és ott több ember nyert ugye egyénibe. Egyéni versenyzőként érmet, tehát még az összetett kvóták száma is csökkent. Ugye ez egy bonyolult kvalifikáció. Nagyon bonyolult rendszer, nem kezdjük el a nézőknek ennek az elmagyarázással, mert még holnap is itt ülnék. Jó, minden esetre a nagy feladat az, hogy gyakorlatilag ezt a fajta kiváló összetett teljesítményt áprilisig megtartani, és remélhetőleg, ha megvan a kvóta, akkor utána valószínűleg újra megint a lólengés lesz majd a hangsúlyos, vagy hogy néz ez most ki, van erre már konkrét koncepció? Így tervezzük, hogy ha megvan a kvóta, reméljük így lesz, és akkor utána átállunk a lóra, van egy 6-8-as gyakorlatunk, ami még egy óló benne, és akkor ezzel megpróbálunk erősíteni, hogy kicsit közelebb legyünk az élmezőhöz. Tehát, hogy a D-pont számon is azért, amennyire lehet igen, egy kicsit. Igen, még egy két tizedet ott. Nem egy nagy változtatással, még talán bele tudjuk tenni ezt a változást. Na, hát az azért az nagyon jó lenne, és azt gondolom, hogy egyre precízebb és egyre magasabb értékű E-pont számon pedig akár az ember messzire is tekint, és londoni álmokat kerget, legalábbis a döntőbe jutásig feltétlenül. Szívből gratulálok, fantasztikusok voltatok, és köszönöm. Én azt gondolom, hogy tényleg a te válladon nyugszik most megint egy csomó olyan teher, amit nem feltétlenül biztos, hogy el akartál viselni, de így alakult, úgyhogy gratulálok ehhez a nagyszerű szerepléshez. Köszönjük.